Sok szeretettel köszöntöm az RTV nézőit, 193. adásunkat látják. Rövid híreinket és programajánlónkat követően itthon otthon magazin műsorunkban összeállítást láthatnak az elmúlt hétvégén Székelyhídon zajlott Kuruty általános művelődési vetélkedőről és a Nagykágyai Technológiai Líceum nyílt napjáról, majd tévéfotel rovatunk vendége Szabó Ödöm, az RMDS Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke lesz. Tartsanak velünk! Ezen a héten zajlott a már jól ismert iskola másként rendhagyó program országszerte, így a Székelyhídi Petőfi Sándor elméleti líceumban is. A 2012-ben iskola másként néven indult program célja, hogy a tanulók érdekes, kötetlen tevékenységekben vegyenek részt. Lényege, hogy a speciális hét alatt hasznosíthatják tehetségüket, iskolán kívüli foglalatosságaikat, és minél érdekesebb, változatosabb területen próbálják ki képességeiket. 5 napon keresztül, március 27-től 31-ig a Petőfi Sándor Elméleti Líceum pedagógusai és diákjai számos változatos programot szerveztek. A hét több mint 30 tanuló részvételével, tuja és babérbokor ültetéssel kezdődött. A projektet Antal Adalbert, matematika tanár és a Székelyhídi Polgármesteri Hivatal munkatársai koordinálták. A hét további részében a diákok többek közt megismerkedhettek különböző kézműves foglalkozások rejtelmeivel. Sportoltak, társas táncot tanultak, kirándultak, vagy a remek időt kihasználva szalonnát sütögettek. Március 24-én pénteken mutatkozott be Létavértesen az Érmeléki Népfőiskolai Egyesület. A népfőiskola oktatási és közösségfejlesztő tevékenységei elsősorban a felnőtt társadalomra irányulnak, ugyanakkor helyt ad minden olyan kezdeményezésnek, mely a helyi társadalomra irányul. Az Érmeléki Népfőiskola civil szervezet elsődlegesen a magyarországi érmeléki tájon lévő településekre koncentrál, azonban célja a kapcsolatok kiépítése a határon túli térség közösségeivel. A települések és egyesületek képviselőit Létavértes polgármestere Menyhárt Károly köszöntötte a helyi művelődési házban, majd röviden ismertette a város múltját és jövőbeli terveiket. A szakmai tevékenységek megalapozásához közösségi feltárások elvégzése szükséges. Ezt a feladatot végzi Kis Róbert, a 39. gyalogezred történetének kutatója, aki röviden mesélt az ezred első világháborús tevékenységéről. A térségben nem működnek felnőtt képzőszervezetek, így a népfőiskola ezt az űrt is igyekszik betölteni. A Debreceni Egyetem 60 István szakkollégiumának érmeléki kapcsolatairól tartott előadást dr. Szendrei Ákos, a tanintézet igazgató helyettese. Majd Korbeák György, a Hajdú-Bihar megyei fejlesztési ügynökség igazgatója, ismertette a fejlesztési elképzeléseket és pályázati lehetőségeket. Erdei Gábort, az egyesület elnökét kérdeztük a nemrégiben alakult Érmeléki Népfőiskola működéséről. A Népfőiskola az egy majd 200 éves hagyománnyal rendelkező civil szervezeti forma. Sok esetben szerencsétlen az elnevezés, mert ugye a magyar főiskola jelenik meg a szóban, tehát nem főiskoláról van itt szó, hanem egy olyan civil szervezetről, amely alapvetően dán és német modellt követve igyekszik helyi szinten közösségfejlesztéssel, felnőtt képzéssel és kulturális tevékenységgel foglalkozni. Az egyesület működése milyen hozadékot jelenthet az érmeléki településeknek? Hát ugye még viszonylag friss a szervezet, tehát szűk másfél évesek vagyunk, és 11 taggal rendelkezünk, és mint civil szervezet azért a tagok ugye aktivitása is eltérő. Ezzel együtt azt gondolom, hogy bizonyos eredményeink vannak. Ami határon átnyúló kapcsolatokat illeti, az középtávra terveztük azok megerősítését, viszont hála Istennek úgy alakult, hogy már decemberben is találkoztunk határon túli érmeléki, váradi szereplőkkel, politikusokkal, településvezetőkkel, kutatókkal. Hát éppen egy hónappal ezelőtt voltunk Szentjóban, ahol egy délután, illetve este átbeszéltük a lehetőségeinket. Tehát én úgy gondolom, hogy a
határ másik oldalán is megjelenik a nyitottság, a mai rendezvényünkre is jöttek a partnereink. Tehát tulajdonképpen most még azért bizonyos mértékig az útkeresés fázisában vagyunk, és abban bízunk, hogy közös ötletek jönnek, létre születnek, és persze bízunk abban, hogy forrásokat tudunk dinamizálni, amely meg tudjuk valósítani a közösségfejlesztési, illetve felnőttképzési tevékenységet. A népfőiskolai szellem, jól lehet térségünkben még nem szabadult ki a palackból, nagyon sokféle közösségi szerveződésben van jelen, tartalmat és formát egyaránt meghatározó módon munkálkodik. április 3-án 18 órai kezdett el, újabb egyeztetésre kerül sor a nagykályai református gyülekezeti teremben, a Pongrász család földjén található ingatlanok rendezésének ügyében. Pongrász Vilmos gróf, Csuka József alpolgármester és a polgármesteri hivatal egyéb munkatársai mellett jelen lesz Teodora Dávid ügyvédnő is. Kérjük azokat a személyeket, akik megjelennek az egyeztetésen, vigyék magukkal személyigazolványukat is. További információkat Fodor Tamásnál lehet igényelni a 07 56 64 76 38-as telefonszámon. Hátrányos helyzetű fiatalok, a rászoruló gyerekekért címmel szervez Erasmus Plus ifjúsági csereprogramot az Érhangja Egyesület Székelyhídon április 20-a és 26-a között. Összesen 30 fiatal bevonásával, akik Székelyhídról és környékéről, illetve Görögországból, Litvániából, Magyarországról és Portugáliából érkeznek majd. A program fő célja, hogy a munka vagy végzettség nélküli fiatalok dolgozzanak együtt hátrányos helyzetű gyermekekkel, azaz olyan képzésben vagy hivatalos munkaviszonyban részt nem vevő résztvevők érkeznek a programba, akik találékonyak, nyitottak, érdekli őket a generációk jövője, és a gyermekekkel is jól tudnak együttműködni. Tevékenységeik pedig a program időtartamának felétől a Gyermek Jézus Otthon gyermekeivel töltött időt fogja jelenteni. A szervezők várják azon 18 és 30 év közötti fiatalok jelentkezését, akik úgy érzik, szociálisan érzékenyek, beszélnek valamennyire angolul, és szívesen ismernének meg külföldi fiatalokat. Jelentkezni április 10-e éjfélig lehet az erhangja1@gmail.com e-mail címen. A jelentkezési szándékot jelző e-mailnek egy rövid bemutatkozást és a motivációt, indoklást kell tartalmaznia. A projekt magába foglal olyan tevékenységeket is, amelynek célja az interkulturális párbeszéd kialakítása és fejlesztése a romániai, magyar, görög, litván és portugál fiatalok között. Mindezen célok megvalósítását a projektet az Európai Unió finanszírozza. Érdeklődni a 0762 830 344-es telefonszámon lehet, a Szolós Tíme a szervezőnél. Az Érhangja Egyesület 2009 óta folyamatosan tájékoztatja az olvasó, néző és hallgató közönséget az érmelék történéseiről, és bemutatja kiemelkedő alakjait, kezdeményezéseit. Amennyiben ön támogatásra érdemesnek tartja az Érhangja média csoport hírközlő és értékmegőrző tevékenységét, kérjük ajánlja fel adójának 2%-át. A formanyomtatványokért és további információért hívják a 0745 25 89 68-as telefonszámot. Ha szeretnél te lenni az érszépe, és emellé nyerni egy 10 000 leértékű ajándékcsomagot, ez a felhívás neked szól. Az Érhangja Egyesület szépségversenyt hirdet, melyre 18 év fölötti érmeléki hölgyek jelentkezését várjuk. A versenyt a 2017. június 15 és 18-a közzajló Székelyhídi Városnapok keretén belül rendezik. Fényképes jelentkezésedet az alábbi elérhetőségre várjuk május 12-éig. A további részletekkel Facebook oldalunkon jelentkezünk, ahol Érhangja Média csoport név alatt vagyunk megtalálhatók. Hazai pályán fogadta a székelyhídi törekvés a Körösrévi SK labdarúgó csapatát szombat délután a városi futballpályán. Amint egy 120 érdeklődő előtt zajló mérkőzésen a hazai csapat kezdte jobban a játékot,
és a félidő közepén beérett a fölény. A vendégcsapat 16-os előtti kavarodást kihasználva egy okos góllal szerzett vezetést a töri. A révi csapat kevés helyzetet dolgozott ki, mégis az első félidő végén egy távoli lövést követően sikerült kiegyenlíteni. A második félidő vendégfölénnyel kezdődött, a hazai csapatnak a szerencsére is szüksége volt, hogy maradjon a döntetlen. A körös révi SK nem tudott gólt szerezni két nagy zicserből sem. A hazai csapat kihasználva a csere lehetőségeit tudott újítani, az utolsó 20 percben kétszer is betalált. Végeredmény székelyhídi törekvés, körös révi SK 3-1. Hétvégén a töri a második helyen álló esküllő csapatához látogat. Székelyhídon március 25-én szombaton lelkes tanítónők és megmérettetéstől nem félő tanítványaik gyűltek össze, hogy részt vegyenek az idén 19 éves kurutyvetélkedő körzeti szakaszán. 2017-től a Bethlen Gábor alap támogatásával szervezi a Csíkszentdomokosi Kurutty Oktatási és Művelődési Társaság, melynek elnöke Kurkó István. A Tamási Áron emlékévjegyében meghirdetett kurutyon a diákok a székely mesék összetéveszthetetlen alakjaival, ízes magyarsággal ecsetelt, fordulatokban gazdag történeteivel keltek útra, hogy számot adjanak tehetségükről. A felkészítő tanítónénik áldozatos munkájának köszönhetően 5 székelyhídi és 2 szalacsi csapat mérte összetudását. Bokor Erzsébet Márta, Püsök Julianna Magdolna, Péter Pakó Andrea és Gellén Beáta 28 gyereket készített fel a versenyre. A csipet csapat betűvetők, észbontók, gézengúzók, sürgőforgók, a székelyhídi Petőfi Sándor elméleti líceumot, a noszabrekik és gyúrgyalagok a szalacsi Balaskó Nándor gimnáziumot képviselték. A vetélkedő az anyanyelvi és ügyességi próbával indult. A feladatsorokat Tamási Áron Egyenes Tóbiás novellájára alapozták. Az anyanyelvi próbán színeztek, szöveget alkottak, rejtvényt fejtettek a gyerekek. Az ügyességi próbán népi gyerekjátékokat mutatott be 2-2 csapat, volt kiszámolós, s hol halkabban, hol hangosabban szólt az ének. Én elmentem a vásárra félpénzzel, búj-búj zöldág és kecske ment a kiskertbe. Játék, ötletesség, ügyesség és komoly csapatmunka jellemezte a gyerekek tevékenységét, a nagyobbak segítettek a kisebbeknek. Különböző osztályos diákokból állt össze egy csapat, és pedig egy első, egy második, egy harmadik és egy negyedikes tanulóból. A tanítónénik is komoly csapatmunkával szervezték és vezényelték a vetélkedőt, ez derült ki Püsök Julianna Magdolna szavaiból. Össze kell fogjanak a tanítónénik egymással azért, hogy a gyerekekből, tehát az osztályokból csapatokat állítsanak össze. Minden csapatban van egy elsős, egy másodikos, egy harmadikos és egy negyedik osztályos gyerek. Ezért és olyan gyerekeket kell összeválogassunk, akik minden tantárgyból elég jó eredményeket érnek el. Tehát állatvilág, matematika, művészetek, ügyesség, zene. Székelyhídról hiányoznak a negyedikesek, mert tavaly szerepeltek a negyedikesek, és bevontuk őket, de az idén meg elég harmadik osztályosunk volt, abból a három, tehát azzal a három tanítónénivel, akivel együtt szervezzük a versenyt. Összefogtak a nebulók szülei, és volt terülterülő asztalkám, a feladatok közötti szünetben finom szendvicseket és teát kínáltak. Nehéz volt a dolga az 5-tagú zsűrinek, szigorú, előírt értékelési szempontokat kellett betartani. Művészetek próbán rajzkészségüket mutatták be a gyermekek, a fát ábrázoló rajzokat Gubakerekes Zsuzsa értékelte. A másik szempont volt, hogy használjuk népületiumokat. Na most ezt megint nagyon kevés csapat használta. Idegen nyelv témakörben egy előre megírt és betanult színdarabot mutattak be a csapatok, volt ott Nyuszi kutya, bárány, a narrátor angolul adta elő a történetet, a megszemélyesített állatok angolul mutatkoztak be. A méltatás Ványa Blanka tanárnőnek jutott. Kozma Sándor a pontozáson kívül az adatok számítógépes dokumentációját vezette. A matematika feladatlap bizonyult a legnehezebben megoldhatónak. Az állatlábnyom rajzok is fejtörést okoztak az értékelőknek. Medvelábnyom vagy kutyalábnyom, találgatta Cservid Levente, biológia tanár.
Erdei Ferenc tanító bácsi volt a zsűri elnöke. Az összesített pontszámok alapján három csapat állta ki az igazságpróbát: Gézengúzók, Sürgőforgók, Gyurgyalagok. Ők mehetnek a verseny megyei szakaszára, a bátorság próbájára. Szurkolunk, hogy ott is ilyen ügyesen helytálljanak. Mindenkinek jutott valamilyen ajándék, emléklap, de a legfontosabb, amivel gazdagodtak, tanárok, diákok egyaránt, a közös játék öröme volt. Öt település diákjai érkeztek látogatóba csütörtökön a Nagykágyai Egyes Számú Technológiai Líceum nyílt napjára, ahol diákok és tanárok vezették körbe a műhelyekben az érdeklődő iskolásokat. Az Iskola Másként program keretében nyílt napot tartott a Nagykágyai Egyes Számú Technológiai Liceum március 30-án, ahová a bihardiószegi, hegyköz-szentmiklósi, köbölkúti, szalacsi és székelyhídi iskolákból érkeztek az érdeklődők tanári kísérettel. A program a frissen felújított iskola dísztermében kezdődött, ahol a tájékoztató kiosztása után a tanintézmény adta szakmai és tanulmányon kívüli lehetőségeit először Karancsi Béla igazgató, majd más tanárok és diákok mutatták be. Na most már azt mondom, tűnjön innen, le is út, fel is út. Hát ne sérteges az én egyetlen tündérvirág szállama, mert bekorpasztam a karakján. Hát elnézést. Tudja, mi az elnézés? A kecske szarva között az. Na tűnjön innen, mi jól van dolgom. A bemutató kétségkívüli csúcspontja a nagy szakszín társzíni csoportjának előadása volt, de a vendégek figyelmesen követték a szakmai gyakorlatos élménybeszámolókat is, még ha nem is a kágyai iskola a legfőbb cél. Várodra szeretnék menni a zene liceumba, vagy matek info. Az osztályon eljöttünk megnézni, hogy milyen a tanítás, meg milyen az iskola, mert van, aki ide szeretne jönni. Nekem a építészipar tetszett legjobban, meg ahogy vezették a traktorokat. A apám is házakat épít, és tetszik nekem ez a munka. Az iskola jelenleg négy szakirányt ajánl a tanulóknak, így az összegyűlt gyereksereg négy csoportban látogathatta egymás után az élelmiszeripari technikusi labort és műhelyt, a mezőgazdasági gépészműhelyeket és az építőipari termeket. Ezek az ágazatok is olyan szakmunkát igénylő munkaerőpiaci területek közé tartoznak, ahol hiányt szenved a térség mesteremberekből. Ezt a helyzetet próbálja enyhíteni a Nagykágyai Tanintézmény, és a híresztelések ellenére úgy tűnik, ez ismert és érdeklődést keltő törekvés. Természetesen a gyerekek már érdeklődtek, diáktársaik, volt diáktársaiktól, tehát egy kép azért már kialakult bennük a Nagykágyai iskoláról, de természetesen mindenképpen nagyon jó volt ez a bemutató. Nagyon nagy érdeklődéssel tekintettek a gyerekek ezzel a találkozás és bemutató elé, és hát aztán majd eldöntik. Mindenképpen, ahogy az igazgató úr is mondta, egy nagyon nagy űr van jelen pillanatban a szakképesítés és szakmunkás képzés terén. Úgy tűnik, hogy a Nagykágyi iskola ezt szeretné, ezt a nagy űrt betölteni. A gyerekek egyre jobban és egyre többen érdeklődnek a szakképzés iránt, úgyhogy valószínűleg fel fog virágozni ez az ágazat is. Az iskola komplexum minden szegletében tanárok és szakiskolások várták a kíváncsi gyerekeket, hol motorszerelésre, hol fánksütésre, hol traktorozásra. A körbe-körbe járó gyerekekről a csoportokat kísérő oktatókra is átragadt a lelkesedés, hiszen jó azt látni, hogy egy szakma megtanulása épp oly élmény lehet az egyik gyerek számára, mint egy másiknak az elméleti oktatásban szerzett tudás megszerzése. A Nagykágyai iskolának hála mindkét beállítottság teret kap kisrégiós körzetünkben. Én úgy látom, hogy van érdeklődés, eddig sokan a váradi iskolákban mentek, de ugye Kágya itt van sokkal közelebb, illetve magyar nyelvű oktatás és csak magyar osztályok vannak. Az elméleti liceum és az érettségi az sok gyereknek eleve nem való. Hogyha nem akar tovább tanulni felsőfokú iskolákban, akkor tényleg nincs is miért, és ezért fontos az, hogy magyar nyelvű szakoktatás legyen, amiről én mindig azt hallottam, hogy nem megoldott, meg nem minőségi, de itt viszont épp azt látom, hogy igenis megfelelő iskola és hely van ehhez, úgyhogy remélem ezt ki is fogják használni egyre jobban. Úgy a látogatók, mint a vendéglátók részéről nagyon nyitott, barátságos volt a hangulat és egymás fogadtatása. Ez a fajta hozzáállás és kapcsolatrendszer az,
ami a tartós együttműködéseket, igazi közös előrelépést jelenthet, egyelőre kicsiben, így a nyílt napon. Tulajdonképpen annyit kellett csináljunk, hogy megnéztük, honnan vannak nekünk diákjaink, felhívtuk az illető iskolákat, egy 40 kilométeres körzetből járnak hozzánk a diákok, nem volt nehéz, felhívtuk az iskolákat, egy meghívót elküldtünk, felhívtam az igazgatókat, elmondtam, hogy miről van szó, és nagy számban megjelentek. A következő években a szakiskola a mezőgazdaság felé szeretné jobban megnyitni kapuit, elindítva egy vidéki turizmus szakirányt, amely segítségével a diákok például nyitatnak egy önálló panziót saját gazdasággal. Emellett a régi, a 90-es évekig használt nehézgépipari tanfelszerelések a sikeres megőrzésnek köszönhetően rajtra készen állnak a szak újbóli beindítására. Ugyanakkor szakácsokra és pincérekre mindig szükség van, ezért eme szakirány beiktatásán is komolyan gondolkodik az iskola vezetősége. Az azonban már régóta megnehezíti a változtatást, hogy nincs elég és nincsenek elég jó szakemberek, akik taníthatnának a jól felszerelt tantermekben. Nagyon bizakodó vagyok a jövőre nézve. Tehát én úgy gondolom, hogy a szakiskoláknak jövőjük van ebben az országban is, úgy, mint ahogy mindenütt Európában. És hogyha azt nézzük, hogy az iskola milyen kínálattal rendelkezik most, illetve milyen kínálatot szeretne a jövőben megvalósítani, akkor azt mondom, hogy igenis az a cél, amit mi kitűztünk ez, akkor, amielőtt még nekifogtunk ennek az egész iskolának a felújításához, és pedig, hogy a magyar oktatási hálózatnak az érmelléken ez egy nagyon fontos bástája legyen, a szakoktatás bástája legyen, az szerintem meg fog tudni valósulni. Persze ez egyik napról a másikra nem lehetséges. Ehhez kell reklám, ehhez kell az, hogy a szülők belássák azt, hogy az nem egy hátrány, hogyha a gyerek, amielőtt elmegy például akár egyetemre is, egy szakmát elsajátít, vagy akár abban a szakmában, amit ő meg szeretne tanulni, abban megtanulja az alapokat. Könnyebben tud dönteni utána, hogy mit szeretne választani. Túltekintve a célon, hogy az oktatás minőségét és a választékot szeretné bővíteni a technológiai liceum, hosszú távon a tanulmányi vagy megélhetési szándéktól vezérelt elvándorlás megállításában is fontos szerepe lehet. Ebben a mederben azonban a tanügyi döntéshozó szervek és az oktatók hiánya jelentős ellenáramlatot jelentenek. TV-foterovatunkban Szabó Ödönnel, az RMDS Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnökével beszélget kollégánk, Démészáros Elek. Köszöntöm a TV-foter mai nézőit, illetve Szabó Ödön parlamenti képviselőt, a Bihar megyei RMDS ügyvezető elnökét. Elnök úr, ön köztudottan egy több nyelven beszélő politikus. Most elsősorban nem a lexikális tudására gondolok, hanem arra, hogy egyaránt szót ért egy, akár egy orvos professzorral, vagy egy egytehenes kisgazdával is. Mégis mindezek ellenére az Erdélyi Magyar Néppárttal mindez idáig nem sikerült megtalálniuk a közös nyelvet. Utalok is most elsősorban a közelmúltban lezajlott március 15-i eseményekre. Ön szerint mi gátolja a konszenzusnak a létrejöttét? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy közös legyen a célunk, hogy tényleg akarjunk együtt ünnepelni. Ha ez a döntés megszületik a fejekben, akkor ezt a döntést valóban előbb-utóbb meg lehet valósítani. Ma inkább azt gondolom, hogy a nyilatkozatok szintjén a néppárt részéről megvan ez a döntés, de sem a fejekben, sem a döntés mechanizmusukban utána ezt nem követte semmi. Az, hogy újságcikkekben erről elmondunk sokat, sajnos arról már van tapasztalatunk, hogy a kimondott szó nem biztos, hogy egyébként valós gondolatokat és aztán valós cselekedeteket takar. Nem így lehet március 15-ét szervezni. Az RMDS részéről én az elmúlt 10 évben, nagyjából amióta külön szerveződnek, sajnos március 15-ék Nagyváradon, 10 éve az RMDS részéről én azt a döntést meghoztam ügyvezető elnökként, hogy felkértem a mi részünkről a városi szervezet elnökét, Huszár Istvánt,
akkor még csak, amikor elindítottuk, akkor egy körzet képviselőjét, hogy ő következetesen legyen ott a néppárt március 15-i rendezvényén. Elment, minden alkalommal koszorúzott, volt, amikor köszöntötték, volt, amikor nem köszöntötték, volt, amikor utoljára tették. Mindegy, a gesztust az RMDS cselekedetekben végezte el, és pedig jelen volt ezeken az ünnepeken. És most kollégáim, amikor megint elkezdődött ez, hogy ha úgy tetszik, alibit keresve maguknak, hogy miért nem vagyunk együtt, elkezdtek egy sajtókampányt ebbe a történetbe, akkor nagyon jó Ritté László kollégám, alelnököm azt mondta, hogy mi ott voltunk. Várjuk immár a cselekedeteket ebbe a kérdésbe. És azt tudom mondani azért, hogy egy picit optimistán erről a történet, hogy az első dolgok azért megtörténtek. És pedig az, hogy ezen nagyon higgadt megnyilatkozása után az RMDS-nek, hogy nem mentünk bele egy szócsatározásba, nem kiáltottunk ki bűnbakokat, nem kezdtük el félremagyarázni a dolgokat, mi nem szálltunk, ha úgy tetszik, be ebbe a ringbe. Ennek a következménye az lett, hogy először 10 év után ők is eljöttek a mi rendezvényünkre. És én ezt önmagában egy jó lépésnek tartom, és igazolásának annak, amit eddig az RMDS ebbe a kérdésbe tett, hogy egy, nem engedtük megbontani az eddigi egységünket, és pedig a történelmi egyházainkkal, nagyváradi civilekkel, ifjúsági mozgalmakkal megkötött 27 évvel ezelőtti egységünket, ami egyfajta menetrendet is biztosít például a központi rendezvénysorozatnak. Tudjuk azt, hogy elindulunk Rulikovszki Kázmér sír emlékénél, annál a lengyel honvédnál, amely elindul valahonnan, távol innen, és jön harcolni a mi szabadságharcunkért, és Nagyvárad mellett az oroszok kivégzik. Tudjuk azt, hogy utána megállunk azon román 48-49 harcos mellett, aki Nikolaj Belcsészko, aki a végén a polgárháborús hangulatot, ha úgy tetszik, lezárva, ugyan már későn, de azért összehozza a román-magyar 48-as mozgalmak összekapcsolását Kossuth és Avraam Jankó között, és ezt követően a mi, ha úgy tetszik, mártírunkhoz vándorunk, és ott van a központi rendezvény a Szacsvai Imrén, és ezt zárjuk aztán Petőfi szobránál, és ez ekközött, az utolsó két esemény között, jövőre lesz 20 éve, és erre ezért én személyesen is büszke vagyok. 20 éve lesz annak, hogy azért vagyok személyesen büszke, mert az én ötletem volt Nagyváradon a fáklyás felvonulás. Az, hogy egyáltalán elinduljon a fáklyás felvonulás, ha úgy tetszik, mint közösségi megmutatkozási tér Nagyvárad belvárosában, és ezt el tudtuk érni, hogy immár 20 éve rendszeresítve benne van ebben a programban. Na most, ha ezt az egészet, mint csomag tekintem, hogy azért ennek a megünneplési sornak van egy egyházi momentuma is, amikor azért egyrészt hálát adunk az Istennek, hogy ilyen vesztes dolgok után még mindig tudunk közösségként szabadon emlékezni. Másrészt pedig elmormolunk egy imát a 48-as hőseink előtt, akkor azt gondolom, hogy ez egy szerves egység, ez egy kialakult tiszta kép. A kialakult tiszta képhez bárki csatlakozhat, annak, hogy mi a műfaja, hogy esetleg kiszólaljon hozzá, hogy egy vers legyen, öt vers legyen, hogy ki énekeljen. Erről azt gondolom, ezekben a kérdésekben lehet kompromisszumokat kötni. Abban nem lehet kompromisszumot kötni, hogy a templomra rászervezzük magát, vagy az egyházi eseményre rászervezünk magát egy megemlékezést, és így próbáljuk megbontani, ha úgy tetszik, amúgy is nehezen mennek manapság egy elvilágiasodott részben az emberek templomba, most még mi tudatosan rászervezünk egy egyházi eseményre, egy külső rendezvényt, ezt nem tartom szerencsésnek. Az előbb említette azt, hogy mi magyarok elmegyünk ugye a Bölcsescu szoborhoz is, és megkoszorozzuk, tehát nyitunk a románság felé is március 15-én. Most kíváncsi vagyok, hogy a románok mennyire fognak felénk nyitni. Ugye köztudott, hogy nemrég a román parlamentnek benyújtottunk egy törvényjavaslatot, amiben azt kéri az RMDS, hogy hivatalos ünneppé nyilvánítsák március 15-ét a magyarság számára. Milyen esélyt lát ennek az átverekedésére? Köztudottan, hogy jelen pillanatban nem kormányzati tényező az RMDS.
Hát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból nagyon új helyzet ez, amit előálltunk, de ugyanolyan türelemmel kell továbbvinni. Én látok esélyt arra, hogy ez a törvény, ebből a törvény kezdeményezésből törvény legyen. Pontosan azért látok rá lehetőséget, mert az elmúlt időszakban azért elértük, hogy az elindult rendezvényeink kapcsán, ugye emlékezünk, hogy milyenek voltak az első március 15-ig még a 90-es években, ahol rettegve, egy picit félve, de közösségként megmozdulva mentünk ki, ma már az egy természetes része a mi márciusi ünnepségeinknek, hogy ügyelnek ránk, ott vannak, és az állam elfogadja, sőt, az államelnök általában és a miniszterelnök, igaz, hogy most megint most csak a miniszterelnök, tehát hogy az államelnök. Egyébként nem értem, hogy miért nem tudnak kilépni néha ebből a történetből, de azért a miniszterelnök megint egy nagyon jó üzenetet fogalmazott meg március 15-e kapcsán, és én úgy érzem, hogy a román közéleti térben elfogadottá vált március 15-e, mint magyar közösségi ünnep. Hogy azt a falat át tudjuk-e törni vele, hogy ezt hivatalos ünnepé is tegyük, és ne csak egy rendezvényi térré alakítsuk, ami nekünk jár, amit megünnepelhetünk, hanem ez törvényben szavatolt, azt írtuk bele, hogy munkaszüneti jog járjon ezen a napon a magyar közösség számára, az egy nagy kérdés. Erre is büszke vagyok, megmondom, hogy a törvényt én írtam. Tehát, hogy az indoklás az én szövegem, és Markó Béla elnök úr, ha úgy tetszik, stilizálta és írt hozzá egy-két gondolatot, de magaménak is érzem ezt a törvény indoklását is, történészként is, úgy van megírva, Barícióból idézve, George Barício, ugye a román közösség 48-ast megélt egyik jeles figurája, azt mondja március 15-éről, ez volt életem egyik legszebb napja, és én ezt beírom az indoklásba, pontosan azért is, hogy az elfogadottságot is mutassuk ebben a kérdésben, de ez nyilvánvalóan a mi ünnepünk március 15-e, nyilvánvalóan a 12 pontról szól. Hiszem azt, hogy el lehet érni, türelemmel van rá példa, a tatár kisebbségnek és más kisebbségnek van nemzeti napja, közösségi nemzeti napja ma Romániában törvényben szavatolva, de tovább lépve én azt gondolom, hogy ezt el tudjuk érni. Még egy picit egy mondat erejéig maradjunk a nemzeti ünnepünknél. Az RMDSZ egy specifikus célirányos üzenetet fogalmazott meg ez alkalommal, vagy pedig egy többszegmensű üzenetcsomaggal állt elő? Én azt gondolom, hogy ilyenkor nyilván nagyon sok mindenről beszéltünk, de volt egy nagyon speciális üzenet ennek a március 15-ének, amit a közéleti aktualitás adott, és amit akár Kelemen Hunor, akár a többi szónok esetében szerte Erdélyben érezhetni lehetett. És pedig arról az aktualitásáról szólt ennek a mindennapjainknak, hogy úgy érezzük, hogy egy sor kérdésben immár nem a politikán belül vannak veszélyben, vagy a politikusok okán vannak veszélyben a jogaink, amiket eddig kiharcoltunk, vagy nem a politika miatt nem tudunk tovább lépni bizonyos kérdésekben, hanem úgy érezzük, hogy valamilyen módon egyfajta 89 előtti rendszerből gyökerező, kicsi szürke térből érkező, és nyugodtan megmerem nevezni egyfajta titkos szolgálati szekuritát és módszerrel jelenlévő rendszerben próbálnak visszavonni megszerzett jogokat tőlünk, megszerzett tulajdonokat tőlünk, és akadályozzák és félemlítik meg a tovább lépéseinket. Mire gondolok konkrétan? Akkor, amikor például Nagyvárdon, hogy kontextualizáljuk, a megyei önkormányzat és az katolikus egyház között az előző román megyei tanácsi vezetés elindított egy pert a pénzügyi palota esetében. Ez négy tárgyalást is megért. Az alapfokon, ahol a bizonyítási eljárás igazából zajlik, és az alapos döntés első körben előkészül, mind a két esetben úgy történt, először ugye a katolikus egyháznak adtak igazat, utána felment a legfelsőbb bíróságra, onnan visszaküldték alapfokra, Nagyvárdról elvitték egy másik helyre,
Pitestre, ott megint a katolikus egyháznak adtak igazat, tehát két igazságtétel után azt, hogy arról nem is beszél, hogy a visszaszolgáltató bizottság megállapította az egyház jogát, tehát volt három döntés is, ami egyértelműen a katolikus egyház tulajdonát mutatta ki. A legfelsőbb bíróság mégis megfordítva ezt a három döntést, saját maga, ha úgy tetszik, újra államosította az egyház tulajdonát. Nem beszélve arról, hogy a következő lépésnél ugyanez történik intézményeknél. A Marosvásárhelyi Katolikus Iskola ellen indított DNA eljárás, amikor azt kérdezik meg a szülőktől. Képzelje, hogy önt behívnák és azt mondanák, hogy ön ugyan nem katolikus, de miért iratta maga a katolikus iskolába a gyerekét? Egyetlen, tehát, hogy ennek semmi köze arról, hogy én hogy döntök. Hát, hogyha van egy eljárás, amiben azt kell bizonyítanom, hogy valami törvényesen született vagy sem, akkor nem arról kérdezem a behívott szülőket, hogy egyébként miért döntöttek így vagy úgy. Ennek semmi köze az eljáráshoz. Akkor, amikor megtörténik itt, hogy gyerekeket akarnak beidézni, és amikor közfelháborodás indul Erdély szintén ebbe a kérdésbe, akkor kiküldik a rendőröket, visszakérik a beidézést, és a szülők előtt eltépik, és mondják, hogy bocsi, ez már nem, de ugye a félelmet bevittem, hogy a gyerekemet akarják kihallgatni. Akkor most már a szabadságunkat nem a politikusok, ha úgy tetszik, nem a császár, a Habsburg császár, nem a bukaresti parlament adja vagy nem adja meg, hanem olyan rendszerek kezdenek hozzányúlni alapjogainkhoz, alapértékeinkhez, amihez sajnos úgy néz ki, hogy egyelőre a politika nem találja a visszaszorítást, és a mai harc, a mostani harcaink arról szólnak egyébként, hogy sikerül-e visszatenni a döntést oda, ahová az emberek döntésein keresztül kellene, hogy legyen. Az emberek azért mennek el szavazni, és azért választanak vezetőket, hogy azok dönthessenek, hogy azokat, akiket ők megbíztak, azok dönthessenek. És mert hogy a titkosszolgált az ember nem választja meg. A bírót, az ügyészt nem választja meg az ember. Tehát nem is tudja őket számon kérni. Ő politikusokat választ, ő közéletet választ, és azt várja, hogy ők tiszta, világos rendszerben kereteket adjanak. Na most itt zajlik ma Romániában egyfajta harc, és a március 15-én arról beszélt, hogy azt szeretnénk, ha a közösség és a közösség által megválasztott vezetők számon kérhetőek legyenek ezek a vezetők, és ne olyan szinten szülessenek meg döntések, ahol a közösségi akarat nem érvényesül. Szintén fontos kérdés, illetve esemény zajlik most az RMDSZ-en belül, elérkeztek a tisztújítások ideje, több helyen már túl is vannak ezen a procedúrán. Az eddigi eredmények alapján hogyan látja ön, hogy maradnak-e a régi, jól bevált, nagy tapasztalattal rendelkező tisztségviselőink, vagy pedig elkezdődött egy újfajta fiatalítás? Én azt gondolom, hogy ez egy folyamat. Nyilván, hogy én sosem szerettem azt mondani, hogy nekünk egy megoldás megold mindent. Tehát van egy ilyen hirtelen, egy ilyen csoda fegyverünk, hogy csiribú, csiribá, és attól minden jobb lesz, ha csak a tapasztaltakat hagyjuk meg a szervezetben, ha csak a fiatalokat vonjuk be. Ezek nem vagy-vagy kérdések, hogy vagy ezek oldják meg a problémákat, hanem is-is kérdések. A kérdés az, hogy megértjük-e, hogy be kell vonni a fiatalokat a döntésbe? Megértjük-e azt, hogy kellenek a tapasztaltak a döntésbe? És nem kiszorítjuk egymást? Az RMDSZ esetében én azt gondolom, ezt láthatják azok, akik a közéletet figyelik, a legnyíltabb szervezetről beszélünk ma. Nincs olyan tisztújítás, nem zárt ajtók mögött zajlanak a mi tisztújításaink. Előre meg van hirdetve, a sajtó közli a dátumokat, helyszíneket, utána beszámolunk az döntésről. Nagyon-nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy maga a közösség értesüljön arról, hogy mikor és hol az ő településen lesz tisztújítás, ő hogy bele tudjon szólni. Egy nyitott szervezetként akarunk működni, egyedüliek vagyunk, akik költségvetést nyíltan fogadunk el. A bírálóink, akik elmondják azt, hogy az RMDSZ mennyire zárt, ezeknek a szervezeteknek a megyei tisztújításáról utólag hallunk. A települési tisztújításaik nem jelennek meg a sajtóban. Tehát, hogy én
örülök annak, hogy mindenki ennyire velünk foglalkozik, de igazából annak örülnék, hogyha velünk foglalkozva eljönnének erre a gyűlésre, és ott elmondanák a településeik szintjén, és most a tisztításnak az a lényege, hogy ahol 20 magyar él, ahol 5 magyar él, az RMDSZ jelen van. 5 magyarnál már egy helyi közösséget hozunk létre, és 20 magyarnál helyi szervezetünk van. Ez azt jelenti, hogy Erdély szinten a legelterjedtebb, a legszerteágazóbb hálózatunk van. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy nincs ma olyan település Bihar megyében, ahol ne lenne legalábbis egy RMDSZ kicsi mag, akikkel, ha kell, felvesszük a kapcsolatot, akik el tudják mondani a problémáikat, és akin lehet, hogy ha van lehetőségünk, és akiknek meg tudják fogalmazni a problémáikat, ne találjunk rá megoldást. Kedves nézőinknek köszönjük a figyelmet, de mielőtt elbúcsúznunk önöktől, szeretnénk megosztani egy kulisszatitkot is a kedves nézőkkel. Ez a mai beszélgetés vasárnapkora reggel zajlik, amikor is az elnök úr siet vissza Nagyváradra, hogy részt vegyen a vasárnapi misén. Tudva azt, ha Isten nem építi a házat, hiába munkálkodnak azon annak építői. Aki ilyen mélyen meg tud hajolni az Isten előtt, az hisszük azt, hogy egyenes derékkal állhat az emberek elé is. Köszönjük a figyelmet! A 193. adásunkat látták. Minden kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Új adással legközelebb jövő hét pénteken jelentkezünk, melyet a Brixim Kábel TV szolgáltató kedd este sugároz. Addig is tartsanak velünk Facebookon, ahol Érhangja Média csoport név alatt vagyunk megtalálhatók, vagy hallgassák a rádióért minden hétköznap élőben, este 6 órától 8 óráig. Tartsanak velünk a jövő héten is, viszontlátásra! We'll be right back.